Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Április 11-e kedd van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Húsvét hétfőn volt 2 éve, hogy a piac visszaköltözött a Tarcsai utcából a Dunakapu térre. Nagyszombaton a polgármester is körbenézett, hogy beszerezzen néhány dolgot az ünnepi asztalra. Folytatódott a hagyomány, a ménfőcsanaki néptáncos legények ezúttal is hagyományos módon locsoltak húsvét hétfőn. A Marccal Egyesületnél fontosnak tartják a szokások életben tartását. Húsvét hétfőn volt pontosan 2 éve annak, hogy a győri termelői piac a Tarcsai utcából visszaköltözött eredeti helyére, a Dunakapu térre. A város polgármestere kezdeményezte a költözést, aki nagyszombaton ki is látogatott a piacra, hogy beszerezzen még néhány dolgot az ünnepi asztalra. Dr. Dézsi Csaba András azt mondta, jó látni, hogy a borongós, esős időben is népszerű a program, jó a hangulat és a legszebb portékát a belvárosi termelői piacon lehet kapni. A szemerkélő eső és a hideg szél ellenére is jó néhányan válogattak már kora reggel Nagyszombaton a városi termelői piacon. Április 10-én, azaz húsvét hétfőn volt 2 éve, hogy visszaköltözött a vásár a város szívébe a polgármester kezdeményezésére. Az áruk gyönyörűek, tehát fantasztikus. Tehát az, hogy a termelői piacon lehet kapni a legszebb árukat, ez a gyakorlat igazolja. Én is vettem sok mindent, úgyhogy vettem spenótot, hagymát, meg vettem paprikát. Az új helyszín az árusok szerint jó hangulatú, és a törzsvásárlók is ide is ugyanúgy eljönnek. Itt mondjuk jobban körül lehet nézni, nagyobb, igen. Mi az, amiket szoktál vásárolni, milyen gyakran jössz? Hát azért sűrűn jövök, zöldség, meg ott hátul a húsokat, a állatokat, igazából mindig, amit meglátunk, jobbnak. Tojásért jöttem, petrezselyem zöldér, savanyú káposztaléér, ha van, gombáért, és füstölt, tehát pörzsölt füstölt szalonnáért, ezekért. Gyakran jár ide egyébként a piacra, és miért? Szombaton, mert itt lakom mondjuk 80 méterre. Igen. Akkor önnek kimondottan jót tett, hogy visszaköltözött ide a piacra. Nagyon, köszönöm, igen. A kereskedők szerint a Dunakapu térre többen érkeznek a belvárosból is, a húsvéti menühöz pedig az utolsó hozzávalókat is sokan szerezték be itt. Az a helyzet, hogy én itt vagyok, ha kül, ha nem, mert én termelő vagyok, ott is ott voltam, meg itt is itt vagyok. Tehát most azok a kedves vevők itt is itt vannak, nálam mindig. Tehát én hozzám visszajáró vevők vannak. De egyébként maga a környezetről mit gondol, jobb ez a helyszín, mint a másik volt? Van az a vevőkör, a belváros, aki nem jön oda, és örülnek, hogy itt van, meg mi is. Én most ritkán árulok, majd hogyha gyümölcs lesz, akkor mi akkor jövünk jobban. Most csak ilyen időszakosan jöttünk el. Jó, szeretjük. Jó itt. Én szerettem a Tarcsai utcába is az a helyzet, mert megszoktuk ott is a helyet, úgyhogy. Ezért ez a helyszín mitől másabb, vagy esetleg mitől jobb akkor? Talán közelebb van a városhoz. Olyan jobb hangulatú. A város első embere is tett egy nagy kört a piacon. Mindenkivel váltott néhány szót, meghallgatta az igényeket. Fantasztikus hangulatom a piacnak egyébként, mert tényleg az ember tud beszélgetni emberekkel, és az a jó, hogy közvetlenül ismerjük meg a véleményt. Amúgy is szeretek beszélgetni a győriekkel, hiszen orvosként megszoktam már, másrészt pedig tényleg érdekel a véleményük. És azt látom, hogy jó hangulat a piacon az eladóknak, a kereskedőknek is, és tehát az őstermelőknek tulajdonképpen, meg a vásárlóknak is, úgyhogy újra jó érzéssel jönnek ki az emberek a piacra, hiszen gyönyörű piactéren vagyunk itt Győr Barokk belvárosának kellős közepén. A vásár pedig a zöldségek és a gyümölcsök mellett minőségi húskészítményekkel és finom falatokkal is várja a vevőket. Ráadásul hamarosan indul a palánta szezon, és egyre több tavaszi virágból is válogathatnak az érdeklődők. Továbbra is népszerű Győrben a lakossági lecsere program. Az energiatakarékos izzókból álló csomagokat az Olimpiai Sportparkban vehették át mindazok, akik előtte elvégezték a szükséges regisztrációt. A programra még mindig érdemes jelentkezni a www.győrillet.hu honlapon. Ha valakinek nincs internete, e-mail címe, vagy csak elakadt a regisztrációban, felkeresheti a Győri Lakossági Információs Irodát is a Szent István út 27 szám alatt. Egymás után veszik át a csomagokat Radnóti Ákos győri alpolgármestertől a regisztráltak. A lecsere programot még tavaly indította a győri önkormányzat.
az akció továbbra is népszerű. Ismét redosztás van itt az Olimpiai Sportparkban, én is már több egyszer vagyok itt, nagy az érdeklődés még most is, noha április van. Ugye ezt már elkezdtük korábban, és akkor is mindig nagyon sokan jöttek. Polgármesterről egy jó kezdeményezést hajtott végre, amikor megbeszéléseket folytatott itt a céggel, akiknek köszönhetjük ezeket az izzókat, és azt gondolom egy újabb olyan jó találkozás a győriekkel, amikor mi velünk is személyesen egy kicsit lehet elbeszélgetni, plusz ugye tudunk valamit adni mi is a győri lakóknak a közreműködésünk révén. Szóval nagyon fontos ez, ezáltal jelentősen tudnak energiát megtakarítani, nagyon drága most ugye az áram, és emiatt a ledes izzók ugye sokkal kevesebbet fogyasztanak, és élettartamuk meg sokkal több, mint a hagyományos izzónak. Legutóbb, amikor itt voltam, volt valaki 40 izzót vitt el, tehát nagyon komoly értékben is hozzá lehet jutni. Úgyhogy köszönöm szépen a győrieknek a részvételét, és remélhetőleg lesznek még ilyen akcióink, hiszen korábban volt a 750 érmével kapcsolatban, amikor tudtunk találkozni, most itt ez a ledosztás, úgyhogy figyeljük ezeket a lehetőségeket. Én is a munkásért, sok szeretettel használják egészséggel. Dr. Dézsi Csaba András polgármester is kilátogatott és közreműködött a ledégők kiosztásában. A program beváltotta a hozzáfűzött reményeket és jól működik. A program folyamatosan működik, mi voltunk azok, akik országos hírt adtunk ennek az egész lehetőségnek, hiszen egy olyan helyzetről van szó, amikor ugye kiderült, hogy az energiaforgalmazóknak van egy kvótájuk, amit arra kell fordítani, hogy az energiafelhasználást csökkentsék valamilyen módon az országban, és kitaláltuk ezt a megoldást, hogy így mindenki jól jár, hiszen így kevesebbet kell befizetni, és a győrvárosi polgárok pedig így ingyenesen juthatnak LED izzókhoz, vagy fényforrásokhoz, ahogy ezt hivatalosan mondani kell. És aztán ez elterjedt az egész országban, tehát már tényleg sorban állnék el az önkormányzatok, ami egyébként egy hihetetlen történetnek tűnt az elején még. Nagyon népszerű Győrben, ez rendszeresen hétről hétre, hónapról hónapra most már folyamatosan megy. Picit csökkent a mindig esetszámot mondanék, mint orvos, de nem, tehát inkább az érdeklődnek a száma, de ez a csökkent szám is, ez egy ilyen hetente 150 családot jelent, úgyhogy azért még mindig jönnek az igényések szép számmal. Aki nem tud használni internetet, annak segítünk a ügyfélszolgálati irodán a Szent István úton. Található a Ciklámen Turiszt mellett, így talán jobban ismerik a győriek. Úgyhogy mindenkit várunk szeretettel, aki még nem cserélt el a fényforrásait, lett fényforrása, hiszen ebben a nehéz gazdasági helyzetben, amikor az energiárak nagyon felmentek, ezzel elektromos energiát lehet megtakarítani. Úgyhogy népszerű tényleg, és azért nagyon fontos, mert tényleg egy olyan, amikor tudunk segíteni az embereknek, és hát hála Istennek ezt az emberek respektálják, eljönnek, átveszik. Az ingyenes és takarékos fényforrásokkal egy háztartásban éves szinten több ezer forint megspórolható. Mindössze csak regisztrálni kell az akcióra, ami néhány perc alatt elvégezhető. Nagyon dicséretes, és köszönjük. Egyszerű volt a jelentkezés, és megkapták, hogy... Segítséget kaptunk hozzá, az is az önkormányzat munkatársa. Megkérdeztetem, mennyit sikerült egyébként úgymond spórolni ezzel, hány izzót kaptak hát végül? Nem számoltam még ki, igazából képtelen voltam rá, hogy kiszámítsam. Nem tudom, itt vannak az izzók, biztos, hogy nem kevés, mert elég sok égünk van, sok helyen világítunk. Akkor sikerült, és remélhetőleg ezzel tudnak is spórolni majd. Ez biztos. Könnyebbség. Könnyebbség? Igen. Hát az, persze. Egyébként mennyit sikerült igényelni, vagy ez hogy? Tizet. Igen. Tíz, és akkor a lakásban az mind fel lesz használva. Rendben van, igen. Köszönöm szépen. Én nekem tetszik, jó az. Mennyi egyébként sok ledet tudott igényelni? Ne, hát annyit, amennyit kellett. És ez mit jelent, mennyi? Fölöslegesen nem igényelünk. Egyébként mennyire próbálnak takarékoskodni a villannyal? Ez nagyon, az nagyon. Hát mi nyugdíjasok vagyunk, tetszik tudni azt azért. Ha ledizzók, akkor segítenek. Igen. Hát bízok benne. Bízunk benne, na. Inkább úgy mondom. Tökéletes, hogy tetszik? Hát nagyon jó, biztos, hogy jó lesz. Igen, köszönjük. Olvastam a győri újságba, aztán jelentkeztem, aztán hát eljöttem, mert értesítettek, mert mondták, hogy majd telefonon értesítenek, azt értesítettek, hol lesz, aztán máma eljöttem ide. Minden jól működött akkor? Igen. A programra még mindig érdemes jelentkezni a www.győrilet.hu honlapon. Ha valakinek nincs internete, e-mail címe, vagy csak elakadt a regisztrációban, felkeresheti a győri lakossági információs irodát a Szent István út 27 szám alatt, ahol biztosan segítenek.
22. alkalommal rendezték meg a tavaly dr. Sínle István névre keresztelt országos középiskolai illemtani csapatverseny döntőjét a Pálffy Miklós Kereskedelmi Technikumban. A verseny első fordulójára 148 csapat jelentkezett, ebből a legjobb 10 jutott a döntőbe. A versenyzőknek a protokollhoz, a viselkedéskultúrához, az üzleti kommunikációhoz és a gasztronómiához kötődő elméleti és gyakorlati feladatokat kellett megoldaniuk. A megmérettetés azért jó, mert a fiatalok az életben is használható tudást szereznek és egymástól is tanulnak. Különleges ruhákban várták a csapatok a verseny kezdetét, azaz a kreatív bemutatkozásokat csütörtökön a Pálffy Miklós Kereskedelmi Technikum aulájában. Már 22. alkalommal rendezték meg a tavaly dr. Sínle István névre keresztelt országos középiskolai illemtani csapatverseny döntőjét a Győri Középiskolában. Annak idején ez egyébként egy ilyen megyei versenyként indult, de aztán nagyon hamar népszerűvé vált a középiskolások körében. Úgyhogy egy-két év után már országos versenyként hirdettük meg, és hát úgy tűnik, hogy azóta is nagy népszerűségnek örvend. Ebben az évben 148 csapat, ez ugye 444 tanulót jelentkezett az első fordulóra, és hát ezen a mai döntőn a 10 legjobban szereplő csapat, a legjobb 30 tanuló vesz részt, hát az ország legkülönbözőbb iskoláiból, Hajdúböszörmény, Békés Csaba, Orosháza, Paks, és hát persze vannak győri csapatok is. A versenyen az elméleti feladatok mellett a gyakorlati tudás tesztelése a cél. A zsűri elnöke szerint az életből vett példák nagyon hasznosak a diákok számára. Ez a verseny a viselkedés kultúra napja és ünnepnapja, és ez a középiskolás és gimnáziumi rétegnek és a hallgatóknak egy csodálatos játéknap, ahol tulajdonképpen nem csak versenyeznek, ami nagyon komoly, nehéz történet is, hanem mindenki tanul egymástól. Tehát olyan tapasztalatokkal mennek el innen ma, és már eddig is a részversenyek után is profitáltak, tehát ez mindenféleképpen egy csodálatos verseny, amire azt lehet mondani, hogy a viselkedéskultúra és a protokollnak nagyon-nagyon sok kérdését tesszük föl nekik, ugye most ez még titok, tehát nem mondhatom el, de a gasztronómiától kezdve az alapviselkedés kultúráig bezárólag nagyon-nagyon sok játékos, technikai és széles körű kérdéseket kell nekik megválaszolni. A háromfős csapatok között volt két győri is, de többen, ahogy a Moson-Magyaróvári Kossuth iskola diákjai is, már visszatérő rutinos versenyzőnek számítanak. Az adrenalin miatt, meg a közösség miatt az, hogy sok új dolgot lehet tanulni. Ez a legfontosabb dolog szerintem, hogy új tapasztalatokkal menjünk haza innen, nem is a nyereség. Látom, hogy nagyon díszes a ruhátok. A ti bemutatkozásotok miről fog majd szólni, és aztán milyen eredménnyel szeretnétek zárni ezt a versenyt? Igazából a bemutatkozásunkat Sziszi koronázásának idejére tettük, és hát nagyon bízunk benne, hogy elnyerjük a zsűri tetszését is. Számunkra, hogy milyen helyezést érünk el, az igazából nem számít, mert a lényeg az élmény, és az, hogy idén is bekerültünk a döntőbe. Mi az, amit szerinted ezekből a feladatokból magatokévá tudtok tenni aztán a való életben is, és hogy milyen feladatokkal kell itt szembesülni, ezekből van-e kedvenc vagy nem? Nagyon sokat tanultunk a tanárnőtől az órák során, és személy szerintem az egyetemi évek során és a munka során is számos részét tudjuk alkalmazni, de leginkább a bemutatkozás és bemutatás részeket kedveljük. A szervezők szerint a verseny népszerűsége azért töretlen, mert nagyon jó a hangulat, ráadásul a résztvevők sokat tanulnak egymástól is. A hagyomány az hagyomány. Húsvét hétfőn ismét kiadósan meglocsolták a Ménfőcsanaki néptáncos lányokat. A Marccal Tánc és Népművészeti Egyesületnél fontosnak tartják, hogy minden évben tegyenek arról, hogy egyetlen hölgy se hervadjon el. Hétfőn már kora reggel népviseletbe öltözött legények várták táncos partnereiket, majd öblös vödrökkel felszerelkezve kútvízzel locsolták meg őket. Egy biztos, a csanaki néptáncos lányok biztosan idén se hervadnak el. Egy gyors fotózkodás a ház kapuja előtt, és már indultak is a legények megtölteni a vödröket a jó hideg csapvízzel. Az udvar hátsó részébe igyekeztek, a lányok pedig szép sorban jöttek ki a házból.
A Marcaltánc és Népművészeti Egyesület hagyományos locsolást tartott húsvét hétfőmén főcsanakon. Rózsavizes húsvét napját sokan jönnek még kívánni. De így frissítő vizet nem tud egyik sem adni. Rossz vödrünkben ilyenkor rétharmattya csobog, majd két jajszó közt ruhátokon csorog. Azon mód szedtem én össze a harmatot, miként madár fiának a legjobbik falatot. Ezzel foglak titeket jól eláztatni, és nem akarok aztán senkit szárazon meglátni. Reméljük a ház urának van finom bora, mert torkunkat kiszárítá az hosszú útnak pora. Fussanak tehát a leányok szerte szét nagy zajjal, teljen a mi tarisznyánk minden földi jóval. A lányok összeborulva próbáltak védekezni a hideg zuhany ellen. Szabad a locsolni! A néptáncos legények azonban jól megöntözték őket. Minden évben elmegyünk locsolni, mert nagyon fontosnak tartjuk a hagyományok tiszteletét és szeretetét. Ilyenkor egy pici szeletét mutatjuk meg a mi tevékenységünknek. Ez nyilván nem csak erre korlátozódik, csomó minden más is hozzátartozik. A betlehemes műsorunk van, ami szintén egy helyi gyűjtés, pünkösdülő táncházakat szervezünk és egyéb. A népzene, néptánc szeretete, ennek megszerettetése a fiatalabb generációval. Igazából nem tudunk már úgy élni, mint a régiek. De talán nem is kell, csak próbáljuk meg megőrizni azt, ami még itt maradt nekünk. A locsolkodást követően a fiúkat meg is kínálták, minden földi jó várta őket a megterített asztaloknál. A lányok kicsit melegebb vízre számítottak, ennek ellenére örültek, hiszen már biztosan nem hervadnak el. Nagyon nagy izgalommal készültünk, a viseleteket már előző éjszaka előkészítettük, hogy ma reggel már nagyon könnyen el tudjunk készülődni. Milyenek voltak a fiúk? Milyen verset mondtak? Hogy értékelitek? És aztán mennyire volt hideg a víz, amit kaptatok? Mindig nagyon szép verseket kapunk. Ezt várom legalábbis én minden évben a leginkább a verseket, mert nagyon szépeket mondanak tényleg. Amíg a fiúk a pálinkával kocintottak, a lányok megszárítkoztak. Több csoportba szoktak összegyűlni a lányok különböző házaknál, a tánctanárunkat is megyünk külön meglocsolni rokonságot, ismerősöket, barátnőket. Egy 10-20 percet eltöltünk mindenhol, megkínálnak minket süteménnyel, kalácssal, mindenfélével. A bátrabbak egy-egy pálinkát, bort is bevállalhatnak esetleg, mert ugye a sör nem ital. Az eszemiszom közben pedig üres kézzel sem maradtak a legények. A lányok készültek, így mindenkinek jutott a kézzel festett piros tojásból. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb szerdán este 7 órakor várjuk Önöket, itt a Győr Pluszon.